Az egészséges életmód mindenkit foglalkoztató téma. Olyan civilizációs kultúrában növünk fel, mely az étkezésünket rossz irányba tereli. Gondoljunk csak a sok finomított ételre, a gyors éttermekre. Az Eleki Életmód Központ, mely a növényi alapú táplálkozás népszerűsítését tűzte ki célul, néhány hónappal ezelőtt mutatkozott be Komáromban. Helyi követői 4 alkalomból álló vegán főző tanfolyamot szerveztek az Arany 17 rendezvényközpontban. Pásztor Katalin volt a segítségükre, aki számos hasonló főzőkört szervezett már. Megmutatjuk az érdeklődőknek, hogy tudnak átállni a hagyományos étkezésről az egészségvédő táplálkozásra. A legfontosabb a természeti törvények betartása, mondta a komáromi főzőkör vezetője. Ami tehát a legfontosabb, hogy elhagyni az állati termékeket. A másik, ami viszont fontos, hogy ugyanakkor nem kompenzálni az íz változásokat, vagy az ízhiányt olajjal meg cukorral. Mert ez a kettő dolog még, ami az ízeket rendkívül föl tudja erősíteni. És hát ezért lehet látni bizony kicsit ducibb vegánokat is, akik nem figyelnek arra oda, hogy ugyanúgy nagyon komolyan visszaszorítsák az olajfogyasztásukat, meg a cukorfogyasztásukat. Ami még nagyon fontos ebben az irányzatban az az, hogy úgy mondtuk, hogy teljes értékű növény alapú táplálkozás, ami azt jelenti, hogy a finomított ételeket is el kell hagyni. Alapvetően a piacra menjünk, ne pedig nagyobb boltokba, és nyers, a természet által elkészített alapanyagokat szerezzük be, és ebből készítsük a lehető legkisebb átformálással vagy formálással az ételeinket. Március 4-én a húsok, tejek és a tojás helyettesítésére kínáltak alternatívákat. Az emberek gyakran úgy gondolják, ha ezeket az élelmiszereket elhagyják, fontos alapanyagoktól fosztják meg szervezetüket. A vegán főzőtanfolyamon bemutatták, hogyan lehet elkészíteni zöldségekből, gabonákból, hüvelyesekből olyan ételeket, melyek a hús pótlását biztosítják. A résztvevők teljesen új ételeket is megismerhettek. A mai alkalommal fasírtokat csinálunk alapvetően. Ezek többnyire lencsét használnak, az a fehérje forrása. A zabot nagyon szeretjük használni, mert az mint kötőanyag a tojás helyett nagyon jól működik. Lenmagot használunk, az szintén a tojást pótolja. Azon kívül a dió nagyon jó kálciumforrás, a szezámmag nagyon jó kálciumforrás, ráadásul olyan formában, amit a szervezet sokkal jobban föl tud dolgozni, mint az állati eredetű ilyen jellegű tápanyagforrásokat. És zöldségekkel lazítjuk ezeknek az állagát, és rendkívül jó ízűek tudnak lenni. A megfelelő fűszerezés az mindig csodát hoz. A hús egyébként önmagában egy íztelen dolog, ezt mindenki tudja, hogy ha pároljuk a húsokat, akkor nem sok élmény lesz belőle. Általában a sütés hozza ki azt az ízt, az égetett zsírnak van egy különleges pörkölt íze, amit szeretnek az emberek, illetve a fűszerek hozzák meg az ízvilágát. Ezeket vissza tudjuk adni ezekben a növényi alapú fasírt alapanyagokban. Pásztor Katalin hozzátette, a tej és a tojás az állatok számára készül. Az emberi szervezet nem képes 3-4 éves kor után feldolgozni a tejben levő kazeint, laktózt. Alternatíva lehet a dióból, rizsből, szójából, kókuszból készült tej, mely főzéshez és műzlihez is kiváló. A tojás kapcsán sokakban felmerül, hogy fogok panírozni. Ha csicseri borsólisztet vagy sárga borsólisztet vízzel összekeverünk és ízesítjük, bele tudjuk forgatni például az abszeletet vagy a zöldségeket. Sőt, sima só helyett fekete sót is használhatunk, melynek jellegzetes íze emlékeztet a tojásra. Süteményekbe vízzel összekevert darált lemmagot, villával összetört banánt vagy reszelt almát keverhetünk tojás helyett, színét pedig kurkumával pótolhatjuk. A főzőkör tavaszi alkalmaira akkora az érdeklődés, hogy nem tudnak több résztvevőt fogadni. A tervek szerint a vegán főzőtanfolyam ősszel újraindul.